A központi felvételi rendszer középfázisba ért, az írásbeli eredményeket már minden diák megkapta. A végső értesítéseket május végén postázzák, melyben benne lesz, hogy kit hova vettek fel. A napokban zárul az a kör, amit tudom, hogy már nagyon sokan eldöntöttek és leadtak, hogy ki melyik középiskolát melyik helyen jelöli. Ezt követik még a középiskolákban a különböző egyedi felvételik, szóbeli meghallgatások, illetve nálunk is lesz nagyon fontos február 24-én a vendéglátóipar iránt érdeklődőknek, illetve ezen területen pályalakalmassági vizsgálat, de erről még mindenki fog kapni értesítőt. És ezt követően tudnak a tanulók, szülőikkel, családokkal közösen módosítani azon a bizonyos sorrendem, Tehát, hogy melyik iskolát hanyadik helyen jelölik. A felújítások a kollégiumot is érintik, hiszen a 25 bent lakó diák életét igyekszenek minél otthonosabbá tenni. Ezek mind az Érdi Szakképzési Centrum költségvetésének és hát saját gazdálkodásunknak, bevételeinknek is köszönhetően valósultak meg. Már tavaly ősztől elkezdtünk egy ágy cserét, ami ha azt mondjuk, hogy átcsere, akkor nem nagy dolog. Viszont itt összesen közel 50 fekvehelyről beszélünk, ezeket kezdtük folyamatosan cserélni. Már a tavaly őszi szállítás megérkezett, és most még egy millió forint értékben fogunk kapni fekhelyeket, ágyakat. Ezeket már nagyon időszerű volt cserélni, és ezek a mostani korszerű férőhelyek talán nagyobbak is, illetve hát mind a gerincnek, mind pedig a, a, az életkörülményeknek jobban megfelelnek. A szakképzés szolgáló épület az 1970-es évek óta az iskola része, és egy alapos felújítást terveznek ott is tavasztól. Már tudomásom szerint szerződéskötés került a járólap, tehát a járó burkolatnak a teljes cseréjére. Ez egy korszerű linoleum burkolat lesz, illetve ezt megelőzi majd a teljes nyílászáró cseréje az épületnek. Ezeket úgy tervezzük, hogy koratavasszal fognak lezajlani, nem fogják befolyásolni a vizsgákat, hiszen hogyha minden jól megy, akkor meg tudunk állapodni a centrum úgy a kivitelezővel, hogy amikor majd a végzős tanulók már elhagyják az iskolát, akkor tudunk termeket cserélni, és koratavasszal. Illetve az, a nyár beáltával már ezek a munkálatok el fognak készülni a régi épületen. Itt további terv, hogyha ez lezajlott, akkor természetesen a nyáron majd festésre fog sor kerülni. Ez is már nagyon időszerű volt, és már erre az évre, illetve legkésőbb a jövő évi költségvetésünk terhére tervezni szeretnénk a teljes hőszigetelést is, és akkor ezt követően a külső burkolat, illetve hát a külső falak is új színezetet fognak majd kapni reményeink szerint. Itt nagyon szorosan együttműködünk az érdi szakképzési centrummal, illetve hát lényegében ezen beruházásoknak ő a megrendelője, és azt sem szabad elfelejteni, hogy vannak saját köműves és hidegburkolóink, köműves tanulóink, illetve a HIT program keretében építmény, és szerelők, akik be fognak kapcsolódni ebbe a munkába hiszen ha itt vannak, akkor az ő szaktudásukat és a saját KFT-nket is ki fogjuk használni ezen a téren. Öt éves informatikai szakgimnáziumi képzés is van az intézményben, melyhez szintén nagymértékű fejlesztés sikerült szerezni. Hétről hétre érkeznek az újabb eszközök, melyek könnyebbé teszik a tanulást. Nagyon sokáig zárolva voltak, illetve különböző stoppok voltak az informatikai beszerzések terén de a kollégáim és az informatikai munkaközösség is dolgozott azon, hogy a legjobb eszközöket tudjuk kiválasztani, úgyhogy itt is a tavaly évvége óta folyamatosan azt lehet mondani, hogy heti szinten 1-2 millió értékben érkeztek már új szerverek, switchek és különböző berendezések, illetve reményeink szerint még 40 darab számítógépet is fogunk kapni. Ezt tudom, hogy önmagában véve nem nagy szám, tehát mi nem tudjuk az összeset lecserélni, de ha azt a mennyiséget legalább megkapjuk, amelyet mondjuk egy másik általános iskola vagy középfokú oktatási intézmény kapott, akkor azt gondolom, hogy már tudtunk ez ügyben is előrelépni. A testnevelés szakosok régi igénye volt, hogy a sportpálya megfelelő burkolatot kapjon. A jelenlegi betonfelületet egy izületkímélő és baleset megelőző réteg fogja kiváltani. A Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt ágazatként kezeli a felnőtt oktatást, amely a Dabasi Intézményben egyre nagyobb érdeklődésnek örvend. Ebben a tanévben 160 felnőtt kezdte meg tanulmányait az iskolában. Február 1-ével indult két nagyon sikeresnek mondható képzés. Az egyik a cukrász, a másik pedig villanyszerelő. Itt vannak bankban dolgozók, kormánytisztviselők, önkormányzati dolgozók, sőt olyan kollégák, akik már mondjuk nagymamák is szeretnének jobban uh, sütni, jobban teljesíteni a konyhában a tűzhely mellett családnak, unokáknak is beiratkoztak. Vannak ismételten saját kollégák is, és a villanyszerelő képzésben pedig ki kell emeljük a Velis Magyarország Kft-t, Tőlük is szép szemben érkeztek tanulók, összesen 45-en iratkoztak be eddig a két osztályba. Azt gondolom, ez egy nagyon jó szám. Itt is köszönet illeti a támogatókat, reklámozókat, szervező kollégákat, hiszen nagyon sok esetben két normál nappali osztályba nem tudunk egyből ennyi tanulót beírni, úgyhogy bízom benne, hogy sikeres lesz a képzésük.